Ez itt az OC200-as, a kisebbik hardveres Omara kontroller, mert hogy van egy nagyobb is egyébként, az OC300-as. A gyártó oldalán megnézve azt látjuk, hogy ezt olyan 100 eszközig ajánlják, a nagyobbat, az OC 300 azt az olyan 500 eszközig ajánlják, de egyébként, ha neten körülnézzünk, akkor simán találni olyan helyeket, akik 300 eszközt is kihajtanak a kicsiből, vagy legalábbis addig ajánlják, hogy 300 eszközig használható, és ilyen 800-900 eszközik a nagyobbat, de a gyártó oldalára fölmegyünk, ott azt látjuk, hogy 100 és 500 a kliens száma. A 300-es egy picikével nagyobb, és gigabites portjai vannak, ennek 100 megás portjai vannak, tehát alapvetően ugye nem ezekre kötjük az eszközöket, tehát nem így kell a forgalmat át pumpálni ezeken a portokon, hanem ez mindössze a kontroller. Az első porton van egy PoE in bemenet, úgyhogy ha adunk neki egy tápot ebből a TP-Link switchből, ami PoE kimenet rendelkezik, mindegyik portján képes poét szolgáltatni, akkor gyakorlatilag a lámpa kigyullad és ő működő képes. Na innentől fogva kezdhetjük vele az ismerkedést. Most a lakajkocsi kicsit másik felét ismeritek meg, mert több hely kellett. Itt állítottam össze a tesztkörnyezetet, hát nézzük, miből áll. Itt van az a kettő darab AP, amiről már külön-külön láthatok videót a csatornán, mind a kettőt reseteltem, tehát gyári alapértékeken van. Itt van egy switch, amin poe, rengeteg poe csatlakozó van, ő táplálja meg mind a két AP-t, és ő táplálja meg a hardveres kontrollert, ugye az OC200-at, mindenki össze van dugva, ez bele van dugva az itteni lakajkocsiban érhető hálózat a vezetékes végébe, ami változó sebességet hozda a célnak megfelel, és az én Linuxos laptopom is bele van dugva ebbe az egész történetbe, úgyhogy ez lesz a teszt környezet, és elsőnek a legnehezebb? Nem, én nem gondolom így, de valószínűleg biztos, aki így, gondol, lesz, aki így gondolja, elsőnek a legnehezebb megoldást választjuk arra, mert végig fogjuk nézni az összes lehetőséget, hogy hogyan legyen kontrollerünk, akár hardveres, akár szoftveres, meg cloudon keresztül, meg mindenem. A mostani részben ugye hardveres kontrollerrel foglalkozunk, és abból is az egyik fajta elérési mód lesz most első körben, a webes interfész hogyan lehet elérni a webes interfészen keresztül a hardveres kontrollert, de mielőtt ebbe belecsattanánk, itt az, amit az előbb meséltem, ez az OC200 és OC300-as különbséget, a TP-Link oldalán meg lehet csodálni, és akit érdekel, részletesebben megnézheti, hogy hát igazániból mi a kettő eszköz között a különbség. Na most, ugye ezeket az eszközöket, ezeket a hardveres kontrollereket nagyon egyszerűen el lehet érni a, a, a felhős felületen keresztül, ami az ugye kell majd egy, egy TP-link id nk ami már múltkor úgy is kellett, és csináltam a dekókhoz, vagy el lehet érni appal, telefonos appal, én még egyiket sem próbáltam ki, vagy pedig, de majd kifogjuk, errefele haladunk, vagy pedig böngészőből. Na most ugye mi a címe ennek? Hát ezt ugye tudni kéne, legegyszerűbb megoldás nekem Linuxon az arp scan nevezetű volt, de meg lehet itt a gépen, de meg lehet nézni a routere, hogy mit osz neki a DHCP szerver. Ezer lehetőség van, illetve fix IP címe is van, egyébként ezeknek a jó országoknak azt meg lehet keresni a, a, a neten, hogy milyen fix IP-vel elérhető, és akkor arra az IP-re beállítasz egy gépet, vagyis hát nem pont arra, nem abból a tartományból, és akkor elérel. Egy a lényeg, én már az arp scan megnéztem, a, mi gépünkön, mert ugye a MAC is rajta van az alján, tehát könnyű összehasonlítani, rajta van az aján. a mi ö, gépünkön ezt a 10.0030, arról fogjuk elérni, úgyhogy egyszerűen csak beírjuk ezt az IP címet, és hát elérjük a kontrollert. Na most én ezt a megnyitottam az előbb böngészőből, akkor itt jött egy ilyen csík, hogy hát betöltődés, gyorsan bezártam, reménykedve, hogy újra ezt a csíkot fogjuk megkapni, de most már nem. Tehát most már a vizárdot kapjuk, de az első induláskor így ilyen csík. Jön. Nem csináltam még végig, tök együtt fogjuk végigcsinálni. Hát nyomjuk neki egy starteret. Azt mondja, adhatunk neki egy kontroller nevet. Nézzük meg, hogy mit szól egy magyarországi régióhoz. Igen. Jó, adjunk neki egy, egy OC2. Kernel. Pánik. Na, jó van, uh, időzóna, Berlin, Róma, Moszkva, Budapest, nagyon jó, ez is van. Na most, hát ugye, <laughs> szkenáriót választhatunk, hogy mit szeretnénk, őszintén, szóval fogalmam sincs, hogy mit jelent ezek a szkenáriók, ez a tök jó, de lehet egyébként ezt uh, személyre szabni is. Hát én azt mondom, hogy ez egy otthon, egyelőre egy otthoni felhasználás, kihagyjuk ezt a személyre szabást, nézzük, hogy így mit kapunk. Hát meglátja a kettő darab eszközt, ugye a 660 hd és a 610 et semmit nem csináltunk, a kontroller észrevette őket, hozzá lehet adni. Hát akkor, ha már ezt így felajánlotta, adjuk is hozzá. Eddig nem egy adsebészet a történet, van beállításokat is el lehetne végezni, de gyakorlatilag most én azt mondom, hogy van be ne folyjunk bele. Így van, tehát azt mondja, hogy ha, ha, ha nekem nincsen Omoda gateway jó, hát nincsen, tehát jelenleg a két AP-val foglalkozunk. Oké, adhatunk akkor egy SSID-t a hálózatoknak, már is itt az elején fölkinálja, teszt, hálózat, és a jelszó pedig legyen az, hogy mindannyian tudjuk, és én vissza tudjam nézni a videóba, ha elfelejteném, teszt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó? Jó, Gwesszifivel most nem játszunk, legegyszerűbb megoldással meg akarjuk nézni, hogy hogy működik ez a kontroller. Oké, adhatunk egy adminisztrátor nevet, e-mailt, jelszót. Akkor azt mondjuk, hogy az admin név az legyen admin, E-mail, opcionális, úgyhogy szerencsére tovább tudunk menni, és admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sikerült kétszer egyformára. És akkor itt a cloud hozzáférés, azt most nem tesszünk egyelőre, cloud hozzáférést, jól van, és nyomjunk egy next-et. Mit, miért nem tudok tovább menni? Ó, oh, ó, oh, ah, tehát van egy központi adminisztrátor, és van egy eszközadminisztrátor. Oké, okay, akkor ez is legyen az egyszerűség kedvéért. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó van. Nem bonyolítjuk most túl a jelszavakat, mert el fogunk keveredni itt a teszt környezetben. És átnézhetjük, megfelelnek ezek a beállítások, megfelelnek. Kettő, ja, küldjünk rá egyet. Finish. nem tudom, hogy most ilyenkor a lámpacska villog-e, csinál-e valamit, az Ethernet lámpa villog, azt úgysem látjátok. Itt már ajágatja az appot, de most ragaszkodunk szigorúan ahhoz, hogy nincs appunk, és belépünk. Wow! Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Oké, okay, tegyük ki ezt fullscreen hogy kiférjen már. Jó, hogy ilyen sugó képernyőn végig lehet görgetni, meg lehet ismerkedni a működésével. Én ezt kihagyom, én majd inkább közbe akarok szívni, be is lehet csukni egyébként, és itt láthatjuk. Ú, van új ctrl szoftver. Tudjátok mit? Nyomjunk rá, nézzük meg akkor egy frissítést rögtön. Persze, azzal kezdjük. Na, amit látok, egyébként, hogy nagyon csinos a felület, az már biztos. Aztán majd frissítés után megismerkedünk vele. Na, újraindultunk, beléptem, eltartott azért ez az egy pár percig. Ezzel az eszközzel most csatlakozok a, a, az új háló, valamelyik, valamelyik APS csatlakozok, és reméljük, ha megfrissítem, akkor meg is fogom látni, hogy csatlakoztam hozzá de még ah, megjelent. Hát egy ilyen pár másodperces lemaradás van. Mit tudunk erről a kliensről? Ez egy vezeték nélküli kliens. A így megismerni a rendszert menet közben. Ez ugye a mi 8-as telefonom, és hát ennyit tudunk, mi az IP címe, és jelenleg milyen forgalom van rajta és lehet blokkolni, tehát alapesetben ennyit látunk. Na, csatogjunk vissza erre a dashboardra. Életemben először látom a felületet, tehát legalább látjuk, hogy ez mennyire intuitív. Most, hogyha megnézem itt az eszközöket, akkor itt az előbb már jártam, de kellett itt egy frissítést nyomnom, hogy látszódjon, hogy melyik van fönt a kliens. És hát itt is reklamáció van, tehát szeretne frissülni. Milyen lehetőségek vannak? Hát meg lehet villogtatni a lámpáját, az ott villog is, az előbb elindítottam. Uh, újra lehet indítani, lehet frissíteni, és egyéb iránt, itt mutatja, hogy melyik a root a mesh hálózatban, oké, okay. és konfig, ugye engem mindig a konfig érdekel, mit lehet tekergetni, mit lehet tekergetni, választunk ki egyet, na egyet, ki, melyiket választottam ki, őt, pont a root oké, okay, lehet látni itt, éppen a hálózat mekkora terheltséggel van. LAN, Uplink, Rádió, mik van 5 GHz-en, en le tudjuk ezeket kérdezni, látjuk a klienseket, a kliens ez pont a másikra van most fölcsatlakozva, én úgy emlékeztem erre, nyomunk egy konfigot, Oké, okay, itt lehet mindent állítani, amit csak szeretnénk. IP-t, rádiót, itt át tudjuk állítani a klienst, ahogy szeretnénk. Gyakorlatilag ugyanazok a beállítási pontok vannak, mint a webes interfészen, én úgy látom. Így van, így van, így van. Oké, okay. és ez ígéretes, tehát innen tényleg egy helyről el lehet érni mindent. Most a kliens az, én rosszul emlékszem, hogy erre volt fölcsattanva. Mindjárt megnézzük a dashboardon. Itt látszódott. Igen, a másikra van fölcsattanva a kliens, mondjuk közelebb is van hozzá. Jó, és akkor itt elmeteg itt látni fogjuk, így van a kliensünket, ami ide föl van csatlakozva. Tök jó, tök jó, tök jó, tök jó. Rendben van. Nem kell itt elolvasni semmit. Fölösleges. Nyomjunk rá egy upgrade-et. Annyira intuitív az egész hálózat, hogy aki már látott valaha valami eszközt, az ezt el tudja indítani és tudja használni. Persze, ha valami spéci funkció kell, akkor az ember rákeres. Na nézzünk tovább, amíg ők remélhetően frissülni fognak. Nézzünk körül, hogy miket látunk. Switch. Switch-et ugye nem vettünk fel. Oké, okay, térkép. Addig játszadozzunk, amíg ők reméljük, hogy frissülnek. Itt el lehet készíteni a térképét a, a helynek, ahova leraktuk az eszközöket, és akkor még könnyebb őket megtalálni szerintem itt az edit gombbal így van, hozzá lehet adni EAP-t, hozzá lehet adni falat, eldönthetjük, hogy milyen falunk van, és annak megfelelően itt kapunk hozzá, jól látom, csillapítási értékeket, tehát nagyjából látni fogjuk, hogy mire számíthatunk, Oké, okay, én most csak így kipróbálom hirtelennyében ezt a dolgot. Aha! És akkor ez a fal, ez ide kerül. Rendben. És akkor már is itt fölraktunk egy falat, csodálatos, sikerült fal, és ez akkor hozzáadunk AP-t is azt hogyan adjuk hozzá? Ide húzom. Egyszerűen húzd és dobd ide húzom. Másikat meg bedobom ide. És down. Jó, ja, úgyhogy ez 2,17 méter egy ilyen, tehát azért uh, elég hosszú falat sikerült ide lerakjuk, de tulajdonképpen itt ezzel el lehet molyolni, lehet szépen egy uh, térképet készíteni és fölrakni rá az eszközöket, természetesen nem ilyen hányaveti módon, hogy én csináltam. Elméletileg valamelyik eszközünk közben befrissült, nézzük meg. Ez a, ez szerintem, ez most már a legfrissebb, akkor mindegyikből. Nem egyeztem még, melyik volt a, a, az előző verzió, de ugye el is tűnt a frissítés jel, tehát valószínűleg sikerült ezeket befrissítsük. Jól van, haladjunk tovább. Itt a device pont alatt az eszközöket látjuk megint. Gateway, switch, AP-k itt vannak felsorolva, és ha itt rákatintok, gondolom, Ugyanúgy itt is látom az AP beállításait. Kliensek. Teszthálózat connected. Ha rá a kliensre, még mit kapok meg róla? Megkapom a MAC adresszét, uptime-ot, statisztikát, nagyon jó látom a jelszintet, hát ez itt mínusz 26 decibel, és a RX-TX rátaját is látom az eszköznek, ez tök jó. Történet, nem sok történivaló van vele kapcsolatban. És hát ő rá is be lehet kapcsolni ugye a sebességkorlátot. Ugye emlékszünk rá, hogy ezt megnéztük a webes interfészen keresztül is. Na itt mit lát? És itt még lehet lapozni? Nem. Oké, okay, visszacsukódik. Itt most még. Igen, hát ezeket itt most nem fogjuk tudni megnézni, ezeket a menüpontokat. De majd fogunk, na, nézzünk egy rúzsápét, azt talán azért látni fogunk itt is. Ott van, ott van, ott van, csak türelmetlen voltam. Itt van, látja ezeket az ápékat, tehát ez a, ez a pont ezért. Jó, hát itt szerintem nem fér ki tovább a böngészőmbe, de itt nagyjából láthattátok, hogy milyen menüpontok vannak. Majd lehetséges, hogy, hogy próbálok akkor egy routert is szerezni, és akkor megnézhetjük, hogy router oldalon, például a port meg ilyeneknél mit lehet tekergetni. Jó? Logok. Hát az én kedvenc elfoglaltságom a logok nézegetése. eseményeket itt látunk, hogy alertek nem voltak, riasztások nem voltak, ez csodálatos események, értesítések, Miket, mikről kapjunk, na, de ezt be lehet ugye kapcsolni, mikről szeretnénk, és milyen szintű értesítést kapni, és ugye itt is majd meg lehet adni az e-mail címet, a rendszer szinten, eszköz szinten, és kliens szinten. A veli szimpatikus. Most nem akarok itt más gyártókat belekeverni, de aki már használt más gyártónak a, a, a szoftverét, annak ez, ez elég ismerős lesz. Teljesen jól működik, és nagyon csinos. Csináljunk némi forgalmat, én azt mondom, hogy ha már. De mindjárt elindítom, mondjuk ezt csak lehálkítjuk. Úgyis reklámmal indul. Ez egy YouTube videó, amit most éppen itt forgalmat csinálunk. Jó, és akkor így majd egy idő után lesz némi forgalom. Nagyon szép diagramokat tudunk itt megnézni így változik? Hát ez most így nem változott. és ha így visszajövök, még így sem láttam változást. Hát valószínűleg egy kicsit több idő, amíg ez, ez frissül, mert elméletek az összegzésben látszódnia kéne, amit csinál a telefonom éppen most. Nézzük meg Wireless eszközöknél. AP CPU használata. Nulla libót, így van. SSID-k. SSID-k alapján is lehet látom összesíteni, hogy melyik SSID milyen forgalom volt. Illetve hát ugye klienseknél is az alapján is lehet. Oké, okay, ide egy picikét még később visszatérünk. Nézzük, milyen egyéb lehetőségek vannak itt advinként. oké okay. yes, Oké. Jelszót lehet módosítani, illetve föl lehet venni további adminokat, és a beállítások. Csak valaki hív közben. Ha erre rátaposunk, itt megnyílt még egy fül. Van itt uh, site szintű beállítások, ahogy látom. Itt is be lehet kapcsolni a távoli logolást, ugye ezt néztük a webes felületnél, ugye a syslog szerverbe tud logolni, és aztán külön a vezetékes hálózat van LAN irányában, a vezeték nélküli hálózatot be lehet állítani. Ugye itt van a mi kis teszthálózatunk, hálózatunk, amit beállítottunk, és itt tudunk ugye újabb hálózatokat létrehozni, illetve valószínűleg itt egy mozdulattal, így van, be tudunk mindent állítani. Hát ugye nincs 6 ghz -es eszközünk, de gyakorlatilag akkor erre is ugyanaz a profil vonatkozna. Oké. Mit mond erre? Megfilter. Oké, okay. network security, hát szerintem ez lesz majd ez a pont, amiben egy kicsikét lehet, hogy majd el fogok mélyedni, ezt nem most fogjuk ebben az áttekintésben megcsinálni. Ó, oh, elleni támadás, hát ez igazándiból akkor érdekesebb, hogyha ha van egy routerünk, én azt gondolom. Majd mindjárt meg fogjuk, vagy meg fogom nézni ezeket a beállításokat, hogy ezek hova is vonatkoznak pontosan. Így van. Tehát ezek a, itt például ez, ez a firewall, ez ugye gateway kapcsolatos, tehát csak azokkal kompatibilis. Rp spoofing, defense, oké, okay, oké. Okay. Azért itt, itt van lehetőség bőven beállítani dolgokat. VPN, VPN, hát ugye itt is gyakorlatilag nincsen olyan eszközünk, amire, nincs egy routerünk, amin ami érdemes lenne egy VPN-t beállítani. Autentikáció. Itt ugye a portál. Ez gondolom ugyanaz a portál, amit láttunk webes felületen. Tehát valószínűleg teszthálózatra készítünk egy ilyen portált. Akkor hotspot, na itt, itt, itt már van Facebook bejelentkezési lehetőség is. Illetve van egy hotspot, nem tudom, hogy az ő esetében ez mit jelent. Aha, igen, tehát a föl tudjuk venni, és akkor SMS rádiusz, local user, voucher, oké, okay, rendben, majd ezekkel fogunk ismerkedni. Azt hiszem, itt van lehetőség kibontakozni. Ez tényleg most csak egy ilyen gyors áttekintés aztán controller itt ugye a controller beállításai vannak, itt látszik a, a, az IP cím, tehát hogyha nem talad meg, akkor ezen az ip n fogod megtalálni, fix IP-vel hozzáférés, az most ugye ki van kapcsolva migráció Ó. Rendben van. Hát, és lehet bekapot is készíteni. Na, gyorsan végigfutottunk. Nem mindig beszéltem közben, de azt gondolom, hogy szerintem a képernyő az, az tanulságos volt. Tényleg csak arra, arra volt szinte alkalmas ez a gyors végnézés, hogy nektek is és nekem is föl kell a figyelmemet a hardveres kontroll irányában, illetve ha meg fogjuk majd nézni a szoftveres kontrollját, meg a, a, a az appon keresztül, akkor látni fogjuk, hogy mégis milyen eltérések vannak. A, a, felületekben, de itt van egy jó pár funkció, amit majd érdemes lesz külön kivesézni, úgyhogy azoknak majd valószínűleg külön részeket fogunk szentelni. Most viszont én mindent reszetelni fogok, és letöltöm majd az appot, és megnézzük, hogy appon keresztül hogy kell föltelepíteni. Az a helyzet, hogy lereszeteltem mindenkit a vérbe, ha megnézzük az elérhető wifi hálózatok, a AP-knak az SSID, illetve az itt lévő wifi hálózat, ami egyébként vezetékesen ugye ővel is kapcsolatban van, tehát magyarul ezen a wifi-n elérhető az eszköz és annyit csináltam még hogy letöltöttem az Omad appot a Google alkalmazásboltból, tehát semmi Google App Store-ból letöltöttem ezt a, az alkalmazásboltból ezt a szoftvert kétszer sikerült, kell mondanom, a vízből az oxigént, ugye, alapból ő ezt a cloud access-t ajánlja föl, ahhoz, ugye be kéne lépni egy loginnal, de mi tegyünk úgy, mintha nem lenne hozzáférésünk, és válasszuk itt a local access-t. Oké, adjunk hozzá, itt szól, hogy ezen a vélanon vagyunk fönt, az erginfonnak a home office-en, igen, ezen el fogjuk érni, Nyomjunk meg egy pluszt, és elkezd forogni. Nézzük meg, hogy megtalálja Én tényleg mindenkit lereszeteltem most, tehát azt elárulom, hogy reszetelés előtt ezt én megfuttattam, és mielőtt reszeteltem a kontrollert, akkor őt látta úgyhogy úgy elérte, még esetleg egy új IP-t, hát, hát, ha nem kapott IP-t, kérünk, kérünk neki egy új IP-t, de ha nem, akkor jó, megoldjuk azt is, milyen lámpácskák égnek, még egyre csak a power zöldje világít, és most már látja. Hát nem tudom, mi tartott ennyi ideig, ez eltartott egy darabig, amíg megtalálta, de megtalálja. Most még egyszer megismételjük, és most már meg fogja találni. Na, és innen már az a bejelentkező képernyő fogad minket, amit egyébként a gépen is láttunk. Elfogadok én itt most minden beállítást, gyorsan végigpörgetjük. Legyen akkor ez most egy office. Itt van a két AP, látja tehát őket ugyanúgy tudom adoptálni, switchet nem lát, az eap látja, adhatok neki egy SSID-t, next, adminisztrátor nevet, csont ugyanazok a beállítások lesznek én szerintem itt, Úgyhogy itt el is vágom. Na, és be is jutottunk, gyakorlatilag dashboard, connection, féled, nagyon jó, történt itt valami, újra csatlakozunk. Wow, na, oké, okay. tehát, hogy még, még volt egy ilyen plusz lefő kapcsolódás, itt a két EAP, kliensek, aki, hát most most saját magunk vagyunk, azt hiszem. Mindjárt megnézzük, milyen wifi hálózaton vagyunk fönn. Nem, nem azon vagyunk fönn. Csatlakozzunk át akkor erre a tesztre. Teljesen jogosan nem látott minket kliensnek, hiszen nem voltunk ott fönt. Most majd remélhetően mindjárt megjelenünk kliensként. És meg is jelentünk, nagyon csinosan ott vagyunk, rákattintunk. Gyakorlatilag ugyanazokat a, a, a beállításokat látjuk itt is, mint, mint a böngészősben, csak egy ilyen appos változatban. Itt a két AP, rákattintok, ugyanúgy megjelenik. Ugyanúgy, ha rájövök, gondolom, megjönnek a beállítások nagyon kín, csinos kis app egyébként. Melyikre vagyok most fölcsatlakozva? Nagyon jó kérdés. Nézd meg a másikat. Users. Itt látunk valamit. Itt vagyunk fölcsatlakozva erre. És 5 GHz-es wifi-vel. Device, Clients, Settings. A, van egy-két beállítása, minden hiányzik, így szemre legalábbis. E, például ez a Network Security pontot, azt, e, azt én itt nem látom. azt kell, hogy mondjam, hogy az innen hiányzik, de szívem szerint én ezeket a dolgot amúgy sem abból tekergetném. Riasztásokat itt tudjuk nézni, az eseményeket ugyanúgy látjuk, tehát meg tudjuk nézni a logot is innen. Én azt gondolom, hogy egyébként amire szükség van, hogy az ember telefonon nézegesse, vagy tableten, vagy bármi egyében, azt szerintem egyébként innen minden élhető. Ez nagyon jó az, ahogy feltöltődik ez a víz. Megy, megy nálam is a parasztvakítás, de tényleg ez jól néz ki. Settings. Sites. Wireless setting. Jó, hát gyakorlatilag az alapvető dolgokat, azokat az apról is be lehet állítani, sőt az alapvetőnél én azt gondolom, hogy többet is be lehet állítani. Úgyhogy, de van egy-két dolog, ami úgy tűnik, így első ránézésre legalábbis, ami nincs benne ebben. Például itt a settingsnél nézegettem ugye a logokat, settings log, és ugye én azt gondolom, hogy ott lehetett beállítani, hogy a másik pontban, hogy miről legyen logolás és milyen szintrán. Itt ilyet nem tart, csak bedobja a logokat, de Természetesen majd megnézzük alaposabban. Ennek a videónak tényleg csak annyi volt a célja, hogy megnézzük, hogy lokálisan hogyan lehet elérni hardveres kontroller segítségével. Tehát akkor nincsen semmilyen hozzáférésünk, hanem egy egyszerű hardveres kontrollerünk van. Sziasztok!